Sziasztok! Van kedvetek egy vegán pásztorórához? Hát maradjatok velem, mert pásztorpitét fogunk közösen készíteni. Mindjárt kezdünk! Kezdjük is el a gasztronóm paráználkodásunkat, de ne felejtsétek el, én most, mint vegán lelkipásztorotok, szólok hozzátok, pásztorpite, amit ma közösen fogunk elkészíteni, talán mondanom sem kell, hogy gluténmentes, olajmentes, és nagyon egészséges, és mindenki el tudja készíteni. Nézzük, miből készül a pásztorpitánk. Íme a sokszínű vegán gyülekezetünk, és a kötelező mondandóm, hogy minden egyes hozzávaló és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban megtalálhatóak. És talán látjátok, hogy egy picit próbáltuk szeparálni a csoportot két részre. Az egyik, a felső rész lesz ez a krumplipürés, mondhatjuk, hogy fedése lesz a ragunknak, aminek az összetevőit itt a bal szekcióban találhatjátok. És most már végül is így a teremőr funkciómat be is fejeztem, tehát mindent tudtok a tárlatról, de azért részleteiben beszélni fogunk róla egy picit. Kreatív faktor van, de azért mi ezzel fogjuk most elkészíteni, gondolok itt most egyébként a gombára elsősorban, tehát az is kiváltható mással. Látjátok, sárgarépa, lencse, hogyha egy kicsit ráérősebbek vagytok, mint mi most, akkor nyugodtan főzzétek meg saját magatok, mi most konzerv lencsét használtunk. Menjünk akkor most már a ragú részen végig. Lilahagyma, fokhagyma és zeller, illetve szárzeller. Csak megoldottam ezt is. Egy picit beszéljünk a ragú fűszerezésről. Kakukkfű, az, amin túl akartam esni, mert a legkevésbé jutott volna eszembe. Só, kurkuma és bors. Tudjátok, ezek mindig kéz a kézben járnak. Talán ezt már hallottátok tőlem máskor is. És a folyékony füst. Kicsit pörgessük fel magunkat, mondom ezt az én drágámnak is, jó? Tehát a krumplit már felszereteltük, hogy egy kicsit gyorsabb legyen a videó, ezt ti is meg tudjátok oldani. Növényi tej, ezt majd a mennyiségét majd úgy is fogjátok tudni a főzés közben, illetve még fogok róla beszélni. Sörélesztő pehely, erről majd még egy gondolatom lesz, mielőtt befejezném a mondandómat. És jönnek itt is a fűszerek. Hát egy picit izgulok, mint Münchhausen a poligráf vizsgálatnál, de mindig szokott sikerülni, úgyhogy most is így lesz. Kezdem a kurkuma, bors kis párocskával, ez egész biztos hagyma és fokhagyma, só és szerecsen, dió, hú, ez könnyen ment, és amit egyébként nem győzök ismételni, mert most is meg fogom tenni, hogy az Éden Premium weboldalán ezeket a termékeket is megvásárolhatjátok a Veganblog 15 kóddal, 15%-kal olcsóbban. Szerintem itt az ideje, hogy hozzáállásunk az ételünkhöz. Elsőként kezdjük el megfőzni a krumplinkat, ez nem egy túl bonyolult lépés. Nyilván vízbe tettem a burgonyát, illetve sót is tettem bele és elkevertem. Vele most más dolgunk nincs, ő hat följön, de ezzel párhuzamosan nyilván nem tétlenkedünk, elkezdjük a ragunk elkészítését is. Méghozzá hagymát fogunk pirítani vizen, tehát semmilyen fosszilis forrást nem fogunk használni hozzá, mint ahogy egyébként ezt már megszokhattátok tőlünk. Egyébként az egész folyamat nagyon könnyen követhető lesz, mint a lajhárok pingpong versenye, úgyhogy ne izguljatok, szerintem semmiről nem fogtok lemaradni, de szerintem már ezt úgy is tudjátok. Én most megpirítom a hagymát, és most egyelőre más dolgom nekem sincsen. A hagyma után az átpréselt fokhagymát is beletettük, és azt is megpirítottuk. Következő lépésben beletesszük az összes zöldséget. Egyébként, hogyha ti nem konzervlencsét használtok, akkor itt az ideje, hogy azt is beletegyétek. Mivel a miénk konzerv, ezért most ezt nem fogjuk beletenni, de miközben beszélek, addig a kezem is mozogjon. Jó, tehát most az a lényeg, hogy szépen megpároljunk mindent. Vizet csak annyit tegyetek alá, hogy ne tocsogjon így nagyon az egész, ilyen, ne legyen ilyen nagyon leves. Tehát azt mondanám, hogyha ez szakmai kifejezés lenne, hogy ilyen kedvesen, bohókásan, ragussá fogjuk formálni, és egyébként spoiler veszély, mert fogjuk még ezt ragúsítani mással is, de azt majd a következő lépésben mondom el. Jó, ezt most elkeverjük és pároljuk, de ezt a gombát sem hagyom még benne. Nem mutatlak benneteket, most párolodj, párolodj.
Egy pici önrevíziót engedjetek meg nekem, hogy teljesen pontosak legyünk. Tehát amint látjátok, a folyamat már elindult, elkezdtek dísztelődni a zöldségeink, és hogyha száraz lencsétek van, most tegyétek hozzá, jó? Tehát ne egyszerre, és egyébként ez esetben több vizet is tegyetek hozzá, mint amit most láttok. Nincs más dolgunk, mint rátegyük a fedőt, és még pároljuk az összes zöldségünket egy picit. Nagyon szépen megpuhultak a zöldségeink, próbálom is mutatni nektek egy picit. A mi esetünkben, ugye nem győzöm hangsúlyozni, itt az ideje, hogy a puha lencsét hozzátegyük. Elkeverjük, és gyakorlatilag ezzel most más teendőnk nincs, illetve még egyetlen egy dolog, érdemes megkóstolnunk, hogy ízlik-e, és egyébként fűszerezzük ízlésünk szerint. Más dolog most tényleg ezzel kapcsolatosan nincsen, tegyük ezt most félre. Burgonyánk szépen megpuhult, a ragút az imént megbeszéltük. Következő feladatunk, hogy öntsük le a vizet a krumpliról, és kezdjük el a felső réteg, a krumplipürés réteg elkészítését. Mivel a mai edzést ellógtam, ezért itt az ideje, hogy némi testmozgást ma is azért eszközöljek. A krumplit fogjuk összetörni, és nem titkoltan a meglévő hozzávalókat hozzáadva. Én azt gondolom, hogy a fűszereket már megbeszéltük. Drágám eltette a kedvenc csörömpölő kiskanalamat, de így is hiánymentesen ezt beleöntöttem. És akkor ugyanúgy, mint egy ilyen hagyományos krumplipürénél, és most teszek is hozzá, mert pont ezt akartam elmondani, annyira adagoljátok hozzá egyébként a mi esetünkben nyilvánvalóan növényi tejet, hogy az állaga pontosan ilyen krumplipürés legyen, ne legyen túl tocsogós, és ne is legyen túl száraz. Én is most erre fogok törekedni. Szerintem ez nektek is sikerülni fog. Én még egy picit most még teszek hozzá. Ezzel a krumplipüré rétegünk meg is van, most már a célegyenesbe kanyarodtunk, higgyétek el. A karjaim bedurrantak, a krumplipüré kész. Próbálom is láttatni ezt veletek is. Jó, a következő feladat az ízesítésen kívül, ami azért fontos, főleg ha azt szeretnétek, hogy finom legyen, és ez nyilván cél, hogy két evőkanálnyi krumplipürét tegyünk a ragunkhoz, méghozzá azzal a céllal, hogy egy picit ilyen krémesebb legyen a pásztorpiténk alsó rétege is. Ezt kevergessük el, és hamarosan sütőbe kerülünk, illetve nem én, hanem az étel. Következő lépés, az első réteg kialakítása, végül is alapozzuk a művünket. Egy rétegben és szépen elsimítva vigyük fel a ragunak az alapját, másképp nem tudom mondani, ezt most nem kell végignéznetek, utána értelemszerűen következik a második réteg. Én ezzel most el leszek. Egy enyhén malteres simítóval ezt egyébként ilyen szépre meg is tudtam formázni. Nyilván segített nekem az én kis drágám is. A következő réteg pedig a krumplipüré rétege lesz. Ezt fogjuk most felvinni, de ezt sem kell végignéznetek. Megvan a második rétegünk is, és egyébként maximalista vegán barátaimnak mondom, hogy remek intarziát lehet készíteni. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen vegán fa kimélő intarzia, és nézzétek, én is tudom, hogy az elgondolás az, hogy itt hosszú, és itt pedig, bocsánat, hogy beleütöttem a kamerába a keresztbe. Egyébként ennek gyakorlati, nem csak esztétikai hasznossága is van, mégpedig az, hogy sokkal szebben meg tud pirulni a felső rétege, és egyébként, ha ez a célunk, akkor mindenképpen így ezt biztosítani tudjuk. Ú, de belendültem. Nézzétek, remélem látszik piténk rétegrendje, és egyébként, ahogy azt már megszokhattátok, a vegán blog mindig egyedi, mint a Küklopsz olvasószemüvege, tehát egy kis üdeszínfoltként mi most ezt kint fogjuk megsütni, mert a pásztor pitének ugye a füstösségét csak a grillsütőnkbe tudjuk megadni. Nyilvánvalóan ti otthon a sütőben is el tudjátok készíteni, 180-200 fokra előmelegített sütőbe tegyétek be, de én most ezt kiviszem, mindjárt jelentkezünk kintről. Íme a grillsütőnk, ez egy pellet grill, tehát nagyon egyszerű használni, és okos is, mert csak beállítjuk a hőfokot, és gyakorlatilag elkészít minden anélkül, hogy ott kéne mellette állunk a grillsütő minden előnyével, de már túl sokat beszéltem róla, talán még nálam is okosabb. Nincs más dolgom, mint hogy betegyem. És lelkesen várakozzak, hogy mikor készül el a finom pitenk. Amint azt láthatjátok, nagyon szép ilyen világos barnásra sült a teteje.
Büszkén jelenthetem, hogy ezt is elkészítettük méghozzá közösen. Higgyétek el, nem lehet vele hibázni, ha esetleg nem sül át rendesen, akkor is nagyon finom, hétköznapokra, hétvégékre, vendégvárásra, bárkinek és bármikor elsüthető, mint a hónnak a fás karalábé, tehát ez az étel egy tuti befutó. Még hagyd tegyek említést a készülő könyvünkről, ami most már hamarosan nyomdába kerül, és a szokásos teendőimnek is eleget téve kérjétek az értesítést a haranggal, illetve a YouTube-on kérjük szépen a köszönömöt, és az elmaradhatatlan, ki nem nézi a videó végét játékunknak a mai kódja, a kedvenc ruhadarabom, ceruza szoknya. Köszönöm, hogy ma is velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!